Pócs Petriben az önkormányzati fejlesztéseknél az első számú prioritás az egészségügyi központ felújítása volt. Ezt az indokolta, hogy ez az az intézmény, amelyet gyakorlatilag a település valamennyi lakója használ. Az épületben nem csak orvosi rendelő működik, hanem itt zajlik a védőnői tanácsadás is. A megújult egészségügyi központ átadásán Tamás György, Pócs Petri polgármestere elmondta. A felújításra szorult intézmény a 60-as években épült, és több évtizede nem esett át nagyobb felújításon. Területi és operatív program keretén belül pályáztunk az egészségház felújításra, nyertünk 60 milliót rá, a 60 millió bruttó beruházásból 4 millió forintot költöttünk eszközfejlesztésre, és úgymond tetőtől talpig felújítottuk az egész épületet. Tehát teljes felújítás alá került a tetőszerkezet, a tetőhéjazatcsere, mint ahogy látjuk, nagyon szépen megújult, külső szigetelés, a nyilázzárók, teljes körű energetikai megoldások megvalósultak. A település országgyűlési képviselője számára fontos, hogy olyan pályázatok valósuljanak meg, amelyek a közösséget segítik. Simon Miklós elmondta, a jövőben számos beruházás veszi kezdetét, amelyek között több egészségház megújulása is szerepel. Folyamatosan sorban 9 egészségház újul meg a választókerületben, 5 óvoda, bölcsőde és belvízelvezető rendszerek, ipari parki fejlesztések Nyírbátorban, Nagykállóban, Nyírbogáton, és nagyon remélem, hogy olyan pályázatokat tudunk minél hamarabb megvalósítani, amelyek a közösséget nagy mértékben segítik és szolgálják. Szerencsére az egészségügyi alapellátás infrastruktúráris fejlesztései jó úton haladnak, ugyanis a kormány az Európai Uniós támogatások mintegy 60%-át gazdaságfejlesztési célra csoportosítja. Ezt már Rákosi Balázs, az uniós források felhasználásáért felelős államtitkár mondta. Rákosi Balázs kiemelte, az uniós források egyik fontos célja a munkahelyteremtés Magyarországon. Soha nem látott fejlesztési források állnak rendelkezésre, hiszen az elmúlt évek keserves intézkedéseinek köszönhetően sikerült a gazdaságot rendbe tenni a vállalkozók, illetve a lakosság együttműködésével. Gyakorlatilag az összes makromutató jól áll Magyarországon, és ez lehetőséget teremt arra, hogy a kiadásokat, az állami kiadásokat, azokat fokozzuk és növeljük, és így együtt az Európai Uniós forrásokkal jelentős beruházásokra lehet sort keríteni mind a vidéki településeken, a vidéki városokban. Az ünnepélyes átadáson jelen volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke is. Baracsi Endre beszédében elmondta, bízik benne, hogy a kitartó közös munka még több hasonló beruházást hoz a megye településein. Minden topos fejlesztés különleges, hiszen ez a konstrukció ez ebben a ciklusban, ebben az uniós ciklusban alakult ki, amikor a megyei önkormányzatokra delegált 90 milliárd forintból, ami ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti, abból most fejlesztések valósulhatnak meg. Ezek a fejlesztések egy hosszas előkészítő folyamat eredményeképpen valósulhatnak meg, hiszen stratégiai programot készítettünk, integrált programot készítettünk, és azokban olyan célokat fogalmaztunk meg, amelyek a megye adott közösségeinek a lehető legfontosabbak. És azokra a problémákra fókuszálnak, amelyek a legégetőbbek. És így alakult az egyik stratégiai célként létrejöhetett az a pályázati felhívás, amely az egészségügyi komplexumoknak a felújítását, esetleg újaknak az építését célozta meg. Nem csak az egészségház újult meg Pócs Petriben, egy 15 millió forintos pályázatnak köszönhetően 2 utat is felújítottak egy belügyminisztériumi pályázatból. Ennek köszönhetően javulhat és biztonságosabbá válhat a közlekedés a településen.